mikor kezdődik itt az élet, vagy egyáltalán megáll-e télen? Hát ez nagyon jó kérdés. Tehát az, hogy az élet akkor sem áll meg, amikor itt mindenki hazamegy, már bocsánat a kifejezésért. Dolgoznak a növények. Dolgoznak a növények, gyökerek, dolgoznak a földbe, a szabad így fogalmazni a mikroorganizmusok. De tényleg nem áll meg a kárt, hiszen az arra törekszünk, hogy ugye nem ugye kizsigerelve a földet, hanem azt, amit beleteszünk energiát, beleteszünk vitaminokat, sok minden más ásvány, azokat terménybe kivesztük szépen, és használjuk a területet ugye egész évben. Tehát gyakorlatilag amikor utolsó vetést alkalmazunk, tehát háromszor vetünk egy évbe, akkor az a július közepén... Tiszta Dél-Afrika, nem? Hogy ott is kétszer szüretelnek, mondjuk jó, az más persze. Így van. De az utolsó vetés az úgy a július közepe, és utána akkor jönnek az őszi vetések, mert gyakorlatilag, amit tavaly is láthattunk, hogy télen szedtük ki a sárgarépás zöldséget, hiszen volt olyan klíma, hogy át tudtuk teleltetni, hiszen legjobban ott érzi jól magát. Persze figyeltük tényleg is, hogyan az időjárás hogyan fogja ezt befolyásolni nekünk, de meglepetésünkre is nagyon jól döntöttünk, hogy gyakorlatilag átteleltetük. Jobb, mint a homokba rakta volna a gazda ősszel a satnya kis gyökereit. Vagy éppen a verembe. De gyakorlatilag köszönöm szépen, tehát így, hogy a kert az, hogy tényleg, ha nem is vagyunk itt, vagy nem dolgoznak a kertbarátok, de a föld az mindig dolgozik, és adja vissza azt, amiért dolgoztunk egész nyáron, egész tavasszal. Azért gondolom télen kisebb a forgalom, tehát kevesebben látogatnak ki, jó a gyökérzöldségeket lehet látogatni, de mikor indul itt be az élet? Már beindult, azt látom. Ez, visszatérve a kérdésre, mindig az időjárás azt fogja nekünk megmondani, hogy mikor indultunk a kertbe, az nagy úr, hiszen a fagyok, illetve a tavaszi fagyok, maga az időjárás, maga az eső, hiszen nekünk az a dolgunk, hogy figyeljük, és erre felhívjuk a kedves kertbarátok figyelmét, hogy ne a szárazságba, hanem még az időbe rakjuk el. Igaz, hogy a fagyokban a hidegebb idő, ahogyan most érzékeltük, hideg volt a tavasz, hideg volt az április, megtorpantak a növények, de a növények kivárják azt a megfelelő pillanatot, csak azt nem tudják kivárni, amikor nincsen eső. Tehát akkor, amikor öntözés, amikor az hiányzik, tehát nem úgy indul a növény, ahogy hát a kell. A hőmérséklet, ezt tudnak igazodni egy kicsit, hogy nem hagy ki, nem növekszik addig, amíg hidegebb van, de ha nincs víz, akkor... Ha nem lesz meg a megfelelő csír, nem lesz egy gyökér, akkor hiába lesz jó idő, mert nem tud a növény úgy igazából beindulni. Én azt mondom, hogy jó pár éve visszük ezt a kis kertet, de... Én most látom, megszednek. Ez a tavasz akkor jó, igen, jól igen, indult. Ez... Attól függetlenül, hogy sokan szitták, hogy még mindig tél van, még mindig fűteni kell, de ez a növényeknél hogyan csapódott le? A növényeknél úgy, hogy tényleg átmentek vegetációba egy picikét, és nem kell attól félni, hogy a mag, még azt szokták mondani, hogy hát megfagy a mag. A magas, ha nem fagy meg, az nem sínli meg. Maga a csirás képesség az, hogy kicsit lehet probléma, de akkor a fagy mégse történhetett, és nem is volt. És nagyon jól döntöttünk, és akik velem együtt döntöttek, kertbarátok, azonnal most meg lehet nézni a kertjét, és most csodával nézik, hogy igen, azt mondják, hogy igen, hallgattunk az időjárásra, és talán egy kicsit rá is. Nagyon szép a kert, itt a sarkában éppen egy hagyma ültetvény mellett állunk, sétálunk. Mi ennek a különlegessége? Szépen mutat, az biztos, de ezen kívül? Hát most az, hogy különlegessége, az, hogy ez is nagyon fontos, hogy ez nagyon időbe, ugye a hagyma az nem érzékeny a történetre, időbe el tudtuk rakni, és hogy lehet látni a sorokat ugye magas ágyásba, és megmúcsoltuk a közepét, és majd amikor árasztásos technológiát használunk, nagyon jó lesz. A hagymafélék ugye nem szeretik a teljes múcsot, ők ezt nem érzik jól, mert a hagymának megvan a jó tulajdonsága, hogy nagyon kevés vitaminnal és nagyon kevés tápanyaggal képes nagyon szép lenni. Kedves nézőink, a Ajkai Szó kertápolójának külön kiadását látják, hallják. Itt most kicsit kiegészítjük azt, ami mondjuk írásban nem fér bele, de itt videó meg lehet nézni. Továbbra is Kovács Tibor a felvilágosítónk, főkertészünk. Igazából ennyi, tehát ezt nem szeretik, úgy, mint ahogy a zöldségfélék sem szeretik a múcsot, de gyakorlatilag így, ahogy most lehet látni így a sorok között, így akkor megmúcsoljuk, és ebbe akkor csak is árasztásos, hiszen a növény... Ez nem rizsföld, de azért árasztás. Így van, hiszen a növény... A kettő között, a két sor között lesz az árasztás. Így van. A növény egyáltalán nem szereti a locsolást, nem szereti azt, hogy úgy gyakorlatilag, hogy a,
a vízzel, hát hideg vízről nem is beszélek, hát hideg vízzel esetleg megütjük a növényt, tehát az árasztás, mint ahogyan... Sokkal kíméletesebb, igen. Így van. Látok itt egy-két felsaláltát, ez csak így ide tévedt, ugye ez nem? Nem, amikor hoznak és találunk egy 2-3-5-5-t, és akkor adnak ajándékba, most hitlen gyorsan valóban... Nem hagyjátok elpusztulni. Így van, kihasználjuk ezt a lehetőséget. Visszatérve a palántákra, ott már azért több van, de mutatunk a kertbe ott, ahol gyakorlatilag vetés, tehát saláta magból, annak az ideje a szezonja... Itt kezd uralkodóval válni a saláta, itt már több van, mint hagyma. De hát megférnek egymás mellett ezek szerint. Igen, ők szeretik egymást. Ez egyik. A másik az, hogy amikor olyan saláta, hogy magsaláta, akkor azonnal, de tudunk mutatni majd a kert, megyünk tovább, hogy akkor a palántába ültetjük ki. Visszatérve az a jó kis időjárásra, ami nekünk valakinek jó, valakinek nem jó, a kertbarátoknak a palántának kiválóan jó, mert a palánta ültetéshez az az időjárás, amit volt a májusban, kiváló. Tehát azt ki kell használni, és az a... sikerült is és most. Nem lehet... Még azt szoktam mondani, hogy van palántálási időszak, gyomlálási időszak, kapálási időszak, és betakarít. Tehát vannak ezek az időszakok, amit nem lehet összecserélni. Itt azért egy mondjuk 2 tucat embernek van kis kertje. Szoktál szólni nekik, hogy jöhetne már vetni, mert Piroska néni vagy? Hát itt a jó idő, tessék eltenni a palántát, mert elkésünk. Tehát ilyen tanácsokkal is szolgál. Persze, ez a jó idő, amikor azt mondjuk, hogy hát 25 fokban már mégsem kellene palántázni, mert akkor ugyan, visszafelé is akkor nagyon-nagyon probléma lesz. De elkezdek hallgatózni esetleg. És azt mondják, hogy hát esőben. Igen. Esőben. Ki lehet jönni, borúzsba ki lehet jönni. Erre mondják azt, hogy volt, aki azt mondja, hát kapálni is kijönnék, de esik az eső. Tehát kapálni nem is kell, hanem gyomlálni, mert nem szépen kijön. Ilyenkor lazza a föld, ugye? Lazza a föld. Nem hozza a gyökér magával. Így van, nem hozza a terményt, amit áraktunk. És ez teljesen jó. Tehát akik ezt, de fogom mutatni, tehát ezt lehet látni majd képekben is, hogy amikor a gyomlás időszak van, akkor igen. Akkor kell. Akkor kell avatkozni. Tehát ezt nem lehet összekeverni. Ez egy olyan kert, ami önmagáért beszél, ami előttünk is van. Tehát amikor a sorok ilyen már időben. De ezt itt elő is készítitek, tehát a tulajdonos, felhasználók vagy kerthasználók azért nem egy puszta földre jönnek ide, hogy majd kitalálják, hogy hol van az ő parcájuk, hanem megvan az ágyások, ugye elő van a készítve, megdolgozva. Hát igen, de azt, hogy készítünk róla ugye egy listát, készítünk egy tervet, készítünk egy térképet, térkép alapján, tudja mindenki, hogy melyik az övé, mettől meddig, és gyakorlatilag a kérdésre válaszolva, igen, elő van készítve a föld. A többi az már a kertbarátoknak a kezemunkája és a dicsősége és a büszkesége, de hát természetesen mindig azt szoktam mondani, ami nekik büszkeség, az a bolgárkának is, és a dolgozóknak és a közösségnek is, mindenkinek. Látok ott ilyen szalmával borított földarabot, az miért van úgy? Hát az egy múcs lesz, Össze kell majd aprítani? Nem? Ez teljesen jó, tehát gyakorlatilag van egy mély múcs része, van egy vékonyabb múcs. Igen, ő ezt a technológiát alkalmazza, és be fog jönni, hiszen olyan szárazság lesz, hogy gyakorlatilag az összes növénye az a múcs alatt lesz, és szépen fog dolgozni. Menjünk tovább, akkor azt javaslom. Itt van saláta, a zöld borsó, mikor jön a szezon? Hát a zöld borsó az kicsit várott még magára. Késik? Hát egy kicsikét még a hűvös miatt. Még a virág, így van, a virágzás még egy kicsit odább van, úgy mint ahogy a burgonyában is egy kicsit a virágzás korábban, de gyakorlatilag elkésve nincs a kert. Mindig azt szoktam mondani, hogy a jó idővel majd a kert behozza. Az icipici ott micsoda, petrezselyen vagy? Valami. Így van, hát lehet látni szépen a sorokat, akkor és szépen ilyen takarítva, és akkor egy kis bab, egy kis paprika, tehát innen is látszik, hogy már a tényleg a palántázás az már megy ki. Ma már, meg ilyen, igen, ebben ugye uborka lesz, és akkor... Az később bújik ki. Ja, uborka, és utána a paradicsom, tehát gyakorlatilag most ugye a paradicsomot is így fel fogják futtatni. Ez úgy néz kint egy komló ültetvény. Ez egy futó paradicsom lesz, tehát nem fekszik le a földre, nem terebélyeség, hanem speciális. Így van. Tehát speciális. Amikor a földön leér a paradicsomnak akár még egyik szára, ott kezdődik a betegség. Igen. Tehát még azt szoktam mondani, hogy 3 szabálya van a paradicsomnak, hogy nagyon mélyre kell ültetni, és kacsózni kell, vagy fattyazni kell, tehát honajhajtásokat le kell szóval szedni,
és gyakorlatilag, hát így azért, hogyha fel van így futtatva, sokkal többet fog teremni. Igen. Ott burgonya vagy? Így van, egy csodaszép. Ja, jó, igen, látom, igen, jó van. Csodaszép. Megint nem tévedtem. Itt is ugye lehetett látni, tegnap is dolgoztak a kertbe, mert gyakorlatilag hagyományos módszerrel távolítják el a bogarakat. Van még korrádó bogár? Van. Mert kiskoromban rengeteget szedtünk, petrolomos dobozba, aztán meg matadorral, vagyis DDT-vel írtottuk, mondjuk azt betiltották, hogy mint a decist is. Elkezdtünk a bolgárkert és a lélekkert széléig, gyakorlatilag ez egyben van, ez a két kert. Hát mindig azt szoktam mondani, amikor a gyógynövény ugye a szikes földet szereti, megmutatja, hogy nagyon jól érzi magát, és amikor a kövér földről beszélünk, a tápanyagdús földről beszélünk, az pedig a tyúkhúr mutatja meg, ahol tyúkhúr van, ott az a föld, az kiváló. Hát igen. Itt is ezek meg virágok. Hát igen, a lélekkertészetnek ezek is része. És főleg gyógynövények vannak ebben a parcban. Ez a lélekkertészet is, ugye részben? Így van. Meg hát gyógynövények. Így van, ez így vegyes, és ott itt azért mindenki megtalálja a kis számítását. Kapnak, hoznak és ültetnek, és mellette jó beszélgetés. Ezt a Diabetes Klub tartja így föl? Így van, aha. Így van. Ők aranyosan és nagyon rendezgetik. Persze kérnek segítséget, kérnek támogatást, kérnek ültetési dolgot, de igazából megmondom, attól szép, hogy ezt ők elgondolják, és attól, hogy ebben nem szólunk igazából bele. De jól csinálják. Jól csinálják, így van. Tehát én azt mondom, hogy szívvel, lélekkel, akkor már rossz nem lehet. Uh-huh. Itt már ismétlődések vannak, ugye úgy látom a növényféleségekben, de nagyon szépen meg van művelve mindenhol. Ezt mindegyiket külön magánszemély nem, használja, vagy pedig nem, ez az önkormányzat? Önkormányzat. Igen, innen kerül a szociális konyhákra is például. Családsegítő központban is így van. Hát onnan, tehát az első része az önkormányzat, ez az első része, egészen így az önkormányzat. Uh-huh. Ezt akkor nektek kell megművelni? Így van. Gondozás alatt van. Nincsenek önkéntesek, akik? Egy kicsikét bajban is vagyunk, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy élen járok kell, hogy legyünk, és azt szoktam mondani, hogy példamutatók. Igen, meg kell mutatni egy kicsit a példát, de hogy elnézek balra, már lassan nekünk mutatnak példát. Ugye, mert szorgalmasak az emberek. Több időt el tudnak tölteni egy kicsikét a történetben, mint ahogy mi, hiszen nekünk más feladatkörünk is van, nem csak maga a kertészet természetesen, hiszen a porlegi bányáról még nem beszéltünk, ami ott is van. 6,5 hektár, van még munka ott is. Úgyhogy kicsit el is vagyunk késve, de azt mondom, ott csak az önkormányzat és csak ti tartjátok karban azt a területet. Aha. Így ezek a kártok, most én azt mondom, hogy mindenki tényleg büszkelet magára, igen, hogy ilyen kertet tud mutatni. Hát azt mondom, hogy a mi részünk benne mekkorát... Jó, ne szerénykedj, azért dolgoztok ezzel. Én jártam itt ősszel, télen is, hogy volt munka még meg. De tudunk segíteni azért, attól függetlenül. Igen. Hogy, mondhatnám azt is, hogy kellünk a csoportba egy picikét még. Uh-huh. Vannak-e különlegességek, mondjuk, aki kísérletező, kedvű ember, és mondjuk olyan növényt vet, ami... Olyan növényt nem, csak másképp. Tehát azt mondom, hogy ma... A múcs is egy kísérlet, tehát az is kísérleteznek, most már többen is rájönnek arra, hogy ez a megoldás egy teljesen jó megoldás lesz. Igen, most a kert végében láttunk egy olyat, hogy különleges növényeket esetleg jégsalátával is dolgoznak, vagy pedig más káposztafélékkel, tehát nem csak egy nyári vagy nyári fenyessel, vagy hanem a kellás és sok minden más. Próbálkoznak, de tudni, fogják tudni majd, hogy ez a föld, melyik növényt igazából szereti, de hát ebben nem szólunk bele, mert természetesen mindenkinek. Van itt egy talajerő utánpótlás, tehát trágyázás, mindenféleképpen komposztálás. Komposztálás, a zöld trágyát, mindenféleképpen. Hát azt kérjük, amikor majd össze takarítják, de még ugyan nagyon messze van, nagyon korán vagyunk, de a kérdésre válaszolva, nagyon figyeljük, hogy ami a komposztba, ami külön, az külön. Itt van külön komposztáló? Természetesen, van három komposztáló van, hely. Ami így van. Hulladékot oda lehet gyűjteni. Így van, és azt kérjük azért, hogy azért figyeljünk oda. De mindig azt, amikor nekünk, amikor azt mondjuk, hogy beszélgettük, hogy megáll a kert,
akkor jönnek a komposztálós dolgok, akkor rendezzük a komposztot, akkor termeljük ki, akkor adjuk akinek kell. Tehát mindig van azért a föld, az mindig ad magával munkát. Megyünk tovább, ez a földdarab itt mellettünk még úgy látszik megmunkálásra vár, de már megvan a célja, igen, ugye? Meg, igen, ez, tehát lehet látni, hogy zárunk össze ezzel a, most már, ez már onnan nőtt, ugye az a paradicsomültetvényes, ez is ez a zárunk össze. Ennek egyetlen egy oka van, hogy az időjárás véget ugye nem tudtunk rámenni, de milyen fontos, hogy a magok bent van. Tehát ez, ugye ez nem parlagon hagyott, hanem ez magyar ójással, vagy a sütőtökkel, cukkinivel és sok minden másával elültetett. Ki hinné? Iránézésre. És ha közelebb megyünk, akkor nagyon szépen lehet látni, hogy azért van kezdeményezés, fejlődik. Mert kihasználtuk azt az esős időszakot, és megmondjuk őszintén, hogy ezt esőkabárba raktuk el. Igen. Nem a magot, hanem ti voltatok esőkabárban. Hát igen, mi voltunk esőkabárban, és elraktuk a magot, mert tudtuk, hogy ezt ki kell akkor használni, kell. Mert akkor beindul, és akkor csoda. Ilyenkor, amikor már... Tehát a kertészek elszánnak is kell lenni, és némi alázattal kell a kerthez viszonyulnia, hogy hát akkor, ami megkövetel, azt... Így van, erre mondtuk azt, hogy ha esik az eső, ha fú a szél, ha olyan az időjárás, hogy tényleg mindenki esetleg otthon nézi a tévét, és ezt egy hűtne a kertészet, akkor nekünk még mindig eszünkbe jut, de ahhoz kell ez a fajta, nem is tudom, alázat, vagy pedig vagy olyan érzés, hogy igen, ez most kell, mert akkor lesz a szép a terület. Igen, most ha már itt bolgárkert meg előkészítés, akkor itt van egy földdarab, amit éppen az imént dolgoztál meg ilyen kapával, kerti kapával, ennek már konkrét célja volt, így ugye? Van, ez igen, mert ma érkezik a 200 paradicsompalánta, ami már akkora állapotban van, hogy karozni is kell, és ez Budapestről fog érkezni a bogárkertészetből. Jó a kapcsolatotok velük, ugye? Így van, minden évben megajándékoznak bennünket egy ekkora mennyiségű palántával, és gyakorlatilag annak a helye készült el, és ezt mondhatnám azt is, hogy ha időben megérkezik, amíg majd be is kerül a helyére. Milyen fajta lesz, azt lehet tudni? Hát mert ugye paradicsom az nem tudom, több tucat vagy több százféle van. Így van, jó, köszönöm szépen a kérdést. Ez egy, valaki azt mondja, hogy a bivajszív vagy ökörszív, ugye ez a nagy befőzésű. Ezt ismerjük és ugye áruházból. Így van, azt tudni kell róla, hogy ő is savmentes. Tehát a fekete, mert nekünk lesz a kertben fekete is. Sárga. Paradicsom, piros paradicsom, és a piros paradicsom fajtájából az ökörszív, ami savmentes, gyakorlatilag aki esetleg a kis refluxa vagy sok minden más gyomorsavas problémával küzd, hát ő is megélheti. Ja, hát ma már divat a mindenmentes étel, akkor ez is egy adalék lehet hozzá, hogy glutén és a laktóz, utána a savmentesség is garantáltó. Hát itt is nagyon szép parciák vannak, itt van az a többféle saláta, ami ről beszéltünk. Hagyma szintén, petrezselyem, paprika, paradicsom, zöld borsó. Ugye itt is nem véletlen a zöldség között ugye a hagymások, tehát azok az védik azért a bogaraktól sok minden mástól a növényt. Úgyhogy ez egy nagyon jó talált, tehát tudni kell, hogy melyiket, tehát a hagyma és a társai. Ez olyan, mint a poncisterek, csak kicsiben, ugye, hogy ők meg a szőlőközi babot vetettek, és azt se bántott egymást, bár ott más volt a cél, nem a szőlővédelem, meg a gyökértetű, hanem a hely kihasználása, gondolom. Itt is lehet látni az új palántákat, itt is ugye... Itt már meg is van locsolva szépen. Hát igen, és a jövő héten, tehát amit még ma ültetünk, ezen a héten ültetünk, még az időjárás ugye figyelve, még jövő héten még lesz olyan klíma, hogy a palántának kiváló lesz, és utána akkor még berobbanak a nyár, akkor lesz, hogy ez, akkor már palánták akkorák lesznek, hogy a lehet viselni. Szóval hétre ígértek többször esőt, talán Ajkán volt is, én úgy hallottam, itt egy nagy esőzés, de mintha kevesebb lenne, mint amire számíthatnak a kertészkedők, nem? Én azt mondom, hogy megfelelő ez az időjárás? Ez a mennyiség. Hőmérséklet az jó, az nyilván, az most kiváló. Azt mondom, még ahogyan nézzük az időjárás előjelzést, hogy ez egy változékony időjárás, hogy a jövő héten, amikor azt mondják, hogy változékony, az a kertészetnek nagyon jó. Igen, kicsit tornáztatja a növényeket is, mert a kertészeket is jobban fejlődnek, edzésben maradnak, ugye? Látom, itt van vízkivétel lehetőség, élnek is fel a kertbarátok,
locsónak van ennek valami limitje, vagy mindenki, amit... Nincsen limitje. Nincs óra rajta, nincs regisztrációs füzet. Óra van rajta, csak regisztrációs. Ja, igen, csak nyilván az összmennyiséget muszáj valóra elszámolni. Itt meg akkor egy kis repcével találkoztunk, ezt meghagytuk a méhéknek, egy kis mélegelőnek, meg ezt találtuk ki, de hogyha lenne még területünk, akkor kerti réti virágokkal szeretnénk még, ez még nekem még benne van a repertoáromban, uh-huh. hogy egy olyan területet, ahol tényleg a rét különleges virágai, tehát egy mély legelőt. Most én láttok a földeken, ahogy autózom, és egyszer meg is kérdeztem egy gazdát, hogy mi a túró ez, azt mondta, hogy mézontófű. Itt nem terveztek ilyesmit? Vagy mi annak a különleges? Mert azt hiszem nem igazán a mézontó füvet használják, hanem az ilyen trágyázó, vagy holtidőt kihasználó, nitrogén termelő, vagy ilyesmi. Igen, hát az, hát ugye a múccsal is ugye a szén és nitrogén termelést ugye egy a 30-ba akkor lesz ideális. Tehát azért van, amikor beszélgettünk az előbb a múccsról ott elő, igen. Hogy a kéreg múcs azt tudja, ezt a szén és az fenyő, vagy milyen? Igen, fenyő. Meg a megfelelő időben. Ha most azt mondjuk, hogy a múcsnak van a ideje, tehát a május közepe és az a június eleje a múcsnak a kihelyezése, mert ha korábban kihelyezzük, akkor nem engedi fölmelegíteni a földet. Aha. Tehát ennek is megvan az ideje. Kontraproduktív lesz. Így van. És megvan a vastagsága is. Tehát egy múcsot most kihelyezzük. Érteni kell hozzá. Egy 5 centi, 10 centi. Na de hát a szalmából, meg a legveszélyebb. Ha a szalmából nagyon magas múcsot készítünk elő, akkor alatta nagyon sok rágcsálló, sok minden más meg fog jelenni. Tehát erre oda kell figyelni, hogy melyik múcsot használunk. Nem kell nyakulnék, vagy nem így szabad. Így van, így van. És vagy ész nélkül ajszok. A fenyőkéreg egy kicsi savasságot ad a földnek, tehát azért szeretjük, hogy nem effektíve csak fenyővel dolgozunk, hanem keverve, az kiváló tud lenni, és azért egy 50 litert egy négyzetméterben az ugye el lehet teríteni, de ha majd tovább megyünk a kert végébe, elnézünk balra, meghagytunk egy nagy kaszálót, azért hagytuk magasra a kaszálót, hogy onnan múcsot tudjunk termelni, onnan tudjunk lehozni múcsot, és most egy német technológiát találtam. Tehát fűből lesz a múcs? Így van, egy német technológiát találtam az interneten, és most megnézem, hogy ez hogyan dolgozik. Gyakorlatilag egy olyan minta elkezdeni ilyen kis, amikor tekerik össze a bajglit, vagy hogyan mondjam, tehát ilyen kis rúdokat fogunk készíteni, aha. És azt tesszük be a sorok közé. De felszeletelni nem kell? Nem csak... kell, csak hát ilyen kis, és össze van tekerik, mint a szőnyeget. Ami tehát... a kakaós csigánál fel is kell szeletelni, de ezt nem kell. És akkor azért hagytuk meg azt ott a hátra ezt a nagy füvet, és azt kézi munkával lekaszáltuk, és azt forgatjuk, és abból lesz a múcs. Mikor van itt a legnagyobb forgalom hétvégén? Így van, és minden munkát próbálunk úgy ütemezni, tehát legyen az nálunk is a fűkaszállás, hogy ahogy a telep azért az szép legyen, tehát vagy pedig a kérnek a különleges bármilyen, tudom én, most legutább kértek, hogy a hordókat kérik. Ja, most kérik, már a locsoláshoz a hordókat, ne kell annyit. Így van, tehát akkor arra készülünk, hogy tényleg, hogy többen jönnek ki, és több, tehát azáltal több a munka, azáltal több az igény is. Tehát felünk is több az igény. Esővizet nem igazán lehet gyűjteni, igaz? Ahhoz nincsen. Ahhoz most nincs még lehetősége. Hogyha majd ennek a háznak lesz egy valami tetőszerkezete, amiről összefolyhat a víz. Így van, akkor mindenféleképpen az a víz az befogás. Ez a jövő útja. Kerül. Ja. Igen, arra figyelünk, hogy a hétvégét azt mindig úgy hagyjuk így, hogy mindenkinek szabadbájárása, mindenkinek kulcsa, mindenkinek szerszám és sok minden más hozzáfér, és gyakorlatilag zökkenőmentes legyen. Tehát itt lehet tárolni is a szerszámokat? Így van, igen, ez nagyon fontos. Nem kell hozni, vinni. Nem kell hozni, vinni. Mindenkinek van hozzáférése, és az és ha olyan kérés van, hogy tényleg most az előbb is volt, hogy leesett a nyelve, meg kell érezni, akkor ebben is mindenféleképpen okay. Segítséget adunk. Munkásai segítenek. Látok itt egy pár gyümölcsfát is, jól látom, hogy hát azok csak úgy magnak vannak, vagy? Mindig azt szoktam mondani, hogy éljünk úgy, hogy hagyjunk nyomot magunk után, hát a fa. A fa az biztos, ha megnő, akkor. Az egyike annak, hogy hagytunk nyomot magunk után. Csak azt kértük, hogy a géppel tudjunk elmenni mellette. Tehát hát, ezt is úgymond magánszemélyek ültették, nem van. A
Nem. Önkormányzat kell dolgozni, önkormányzat. Ültetünk már arra többet is. Mi aha. is természetesen, gyakorlatilag a tulétünk ott állunk már föl, a mérnöket, és mellette ugye a bogyósok nagyon szépen megférnek. Tehát gyakorlatilag, ha úgy vesszük, akkor mindig van még lehetőség felültetésre is, de élnek is a lehetőséggel. Mert még azt mondtam, amikor majd a hozzátartozó, amikor majd unoka hát igen, eszik róla. Ez örökölhető. Örökölhető, ugye? Így van. És még azt mondjuk, hogy ha már nem gondozza a kertünket, mert bármi okból kifolyólag, akkor mindig üzen a fa, hogy ő itt járt. Igen, igen. Akár még egy táblát is lehet rátenni később, hogy ki ültette, vagy ki, kinek köszönhető. De ez mondjuk ez egy ilyen propagandisztikus dolog, annyira nem kell. Azt mondani, hogy fognak rá emlékezni, mert azért úgy... Szájhagyomány útján. Hát nem, hogy azért terjed, itt volt, orrád emlékszel rá. Megőrzi. Tehát ja. Vagyunk annyira kapcsolatban, és maradunk is, és dolgoznak, tehát igaz, nem csak a kertbe hagynak nyomot, hanem a másik emberbe is, ha szabad így fogalmazni, hogy jó szívvel gondolnak vissza, és akkor gondolnak a fára, és ez öltette. És itt van ez egy kis kiszolgáló épület, ez sok mindent rejt magában, ugye nem kifejezetten kertészkedésre való, de viszont nélkülözhetetlen a kert munkájához. Itt történik a zöldségek tisztítása, szétválogatása, a gyógynövények tárolása, hát igen, a gyisztálása. Ezt tudtam mondani, amikor már tényleg úgy vagyunk a kerttel, hogy nincs mit tenni, de nincs, nagyon ritkán van, de amikor tényleg kevésbé van annyi munka, akkor mi is beszorítkozunk a tejaházba, akkor... Tejaház a neve? Én azt mondom, hát tejaház, főleg az, ja. Így van, és akkor vagy a gépeket, vagy a szerszámokat, vagy a tejákat, vagy pedig tényleg maga az egésznek a válogatását, rendszerezését, tanulmányozást, bármi, tehát ezek mindig. Tehát az, hogy most egy terményt ugye menet közben megpucolni, megmosni, ugye azt rendezzük, hiszen nem visszük el olyan persze. helyre sem. Földesen sem, levelesen, tehát hogyha éppen nem a levélre van szükség. Tehát úgy visszük el, hogy kultúráltan, és azt mondjuk, hogy arra mindenki, nem csak aki elviszi, az büszke, nem csak maga az önkormányzat, hanem maga, aki adta. Így van. Méltán büszke rá. És akkor itt van ez a kaszáló, ugye? De van itt egy ilyen kiülő, bográcsoló hely, és itt szoktak közösségi rendezvények is lenni, amennyire az emlékezetem nem csal meg. Sőt, láttam már itt fiatalokat, akár az evangélikus helyi egyháztól, hogy tábort vertek itt, és jól érezték magukat. Igen, ilyen igen, is volt. Igen is volt, és amikor kérnek egy kis tejabemutatót, vagy kérnek egy kertbemutatót, és nem utolsó sorban, milyen a gyerek, ugye, kérnek egy kis indián bemutatót is természetesen. Mert te indián is vagy, ne tagadj. Mert az indián ugye nincs messze, tehát annál jobban nem tudom, hogy ki tisztelte az élővilágot, illetve a természetet. Igen, így van. Igen. És akkor készítettünk a vendégeknek egy kis szalonosítőt kiülővel, és gyakorlatilag, ha úgy van, akkor ebbe is tudunk segíteni, hogy bármi logisztikai céllal, ami kell esetben, igen, akkor hozzájárunk. Technikai kiszolgás. Látok itt egy Magyarország térképet, egész ügyes. Ki csinálta ezt? Lehet tudni, nem? Hát lehet tudni. Csak itt hogy... Én próbáltam ezzel. Kicsit. Te voltál? Igen. Hát mondom, hogy kezembe akadt egy ilyen kis kődarab, és mondom, hogy mit tudunk ebből kihozni, és ezt tudtam kihozni egyelőre. Nagyon PC, mert nem Nagy Magyarország, ugye, hanem a mai. Igen, csak úgy Magyarország. Jó pár éve, hogy kezembe akadt, és mondom, hozok egy kalapácsot, és majd lesz a mi. Föl lehet ismerni, még folyók is, Duna, Tisza, Balaton, ott van, hegyvonulatok, tehát nagyon... Igen, hát kicsit most már viseletes, de ez volt a cél, de megközelebb jobban sikerül. De mindenek én sájok neki, igaz? Kertész, ne hallj neki követ faragni. Mikor mi ez van az embernek kedve? Ja, lehet látni a visszatérve, hogy majd itt járunk, akkor lehet látni a múzsot, hogy ez készül a múzs, és akkor innen lesz letermelve. Aha, ott az a kaszáló, ugye a háttérben. Kicsit ráközelítünk. Ez megszárad, és összegyűjtitek, és kiszórjátok. Ennyi. Igen. Tehát viszont egyszer. Az fontos, hogy milyen fű ez, vagy a helyben megtermő fű, vagy így van, nem ültettek külön fajtákat. Nem. Azért hagytuk meg, azért mondom, hogy és azért nem a gép vágta, hanem az kézi. Mert attól, hogy szép, hosszú, akkor tudjuk majd így összetekerni és betenni. Kalács formájában betenni a kertbe az ágyások közé. Ezt most találtam, és ezt megadom.
valószínűleg ez hogyan működik igazából. Uh-huh. És akkor nem biztos, hogy tudunk mindig a forgáccsal dolgozni. Pedig az a legjobb. Hát akkor a végére mit üzensz a ajkaiaknak, vagy a kertbarátoknak, vagy azoknak, akiket érdekel itt a bolgárkertészet, hogy jöjjenek ki, nézzék meg. Jó nem bolgárkertészet, bolgárkert, bocsánat. Igen. Hogy mit? Tehát, hogy vagy most működik egyensúlyban a dolog? Első körben köszönöm azért minden véges a kapacitás, gondolom itt is. Köszönöm azoknak, akik itt dolgoznak, és nem utolsó sorban a kollégáimnak a sok segítséget. Még azt mondom, hogy mi hiába vagyunk itt, ha akár barátok nem jönnek el hozzánk, és nem találják meg itt a számításukat, és nem érzik jó magukat, és nem gondolják úgy, hogy egészséges életmódhoz hozzájárul az egészséges étel is. És én azt mondom, hogy elismerésem mindenkinek. Aki szépet akar látni, meg kicsit eljönne ide kicsit sütni, főzni, relaxálni, körülnézni, vagy tényleg, hogyha esetleg jövőre meggondolná és megnézni, ezt a csodát meg kell nézni mindenkinek. És örömmel látjuk, ha jönnek a gyerekek, iskolások, az nagy élmény mindig, amikor a gyerekek jönnek. Jelentkeztek be a jövő héten iskolások. Hát ők, én azt mondom, hogy most tanulja meg itt tudja megtanulni a gyermek. Ha csak nem csak a kertről beszélik, hanem a gyógynövényről, ha csak kettőt tud, meg látja a kertet, meg hogyan terem a zöldség, sárgarépa, és ezt megjegyzi, és megszereti, akkor már megérte. És ilyen lelkes kalauzuk van, mint most nekünk, akkor biztos, hogy meg is tanulják. Én azt mondom, hogy nem ráveszélyes jelleggel, megfogja őket de el tudjuk úgy mondani, hogy ez egy kicsit olyan kis, ha nem is ráhatni, de azért orientálni lehet. A lényeget el fogjuk mondani, lelküket. És ha erre picit is fogékony, akkor már megtalálja majd. Ha nem is iskolás korban, de esetleg visszaemlékszik rá. Visszaemlékszik, és akkor azt mondja, jártam is, ezt már ott tanultam, és ott láttam, és ezt tudom alkalmazni, és ezt köszönöm a bolgárkertnek. Hasznos tudás. Nem is nekem, de a bolgárkertnek. Igen, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.